68 éves korában elhunyt Usztics Mátyás, a Nemzeti Kamara Színház alapító igazgatója, a magyar televíziózás utóbbi évtizedeinek egyik legismertebb alakja. Színház és szinkron szerepei mellett Usztics Mátyás a televízióban vált országosan ismerté, többek között az 1990-es években a Kisváros című filmsorozat Hunyadi főtörzsmesterének és az 1988-ban forgatott Angyalbőrben című sorozatban Karádi őrmesterként. A következő percekben ráemlékezünk pályatársaival, Lux Ádámmal és Juhász Illéssel. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt, szervusztok! Mióta ismertétek? Igen, igen, bocsánat, igen, hát nyilván ezzel kezdjük, igen. Hát én akkor 88, azóta, azóta hát a munka kapcsán, talán... a munka kapcsán találkoztatok? Persze, hát előtte nem. Aha, igen, előtte Ádám, nem. Ti? Én is szintén. 93-ban kezdtük mi a Kisvárost, úgyhogy akkor találkoztam. Tehát ez nagyjából akkor egy ilyen 30 éves ismeretség, hát, igen. Barátság? Igen. Vagy csak ismeretség? Hát munkakapcsolat vagy barátság? Munkakapcsolat, én tulajdonképpen akkor abban az időben találkoztam vele, aztán még egy kicsit, és utána nem nagyon, tehát utána nem hozott össze minket az élet. Miénk az egy hosszabb időtartam volt, ugye 2001-2002-ig forgottak körülbelül a Kisváros, és... Ez egy nagyon-nagyon népszerű sorozat. Igen. Talán a mai napig az, mert sok ismétlése megy. Így van, folyamatosan ismétlik, igen. És érdekes dolog volt ez... Mátyás az egy nagyon fegyelmezett ember volt. Igen? Ezt a katona, igen, ezt az egész katona dolgot ő nagyon meg is élte, nagyon fegyelmezetten élt, el is várta a környezetétől, hogy fegyelmezett legyen, nehezen nyílt meg, mi ugye mondom, 93-ban kezdtük el, és jó pár évnek el kellett ahhoz telnie, hogy például mi összetegeződjünk. Ez természetesen rajta múlt. Érdekes. Tehát ő egy, igen, egy ilyen távolságtartó ember, akit viszont közel engedett magához, azt meg nagyon közel engedte. És szóval mondom, jó pár év eltelt, mire egyszer csak odajött hozzám, és azt mondta, hogy na hát akkor most attól tegeződjünk. És szóval lassan oldódott ez a dolog föl, de egy biztos, hogy szívvel, lélekkel csinált ezt a dolgot. Tehát ez nagyon ez a magázódás, tegeződés a színészek között. Tehát nálunk a televíziós szakmában mindenki tegez mindenkit. Igen. Nálatok ez nem így van? De. Alapvetően egyébként úgy van, nem? A színészek közt is. De így van, és egy kedves fiatal kollégám már, mindegy, lényegtelen. Akkor ugye, vagy ő főiskolások voltak, én nagyon fiatal voltam, és ment oda a Mátyáshoz, mikor először találkoztak, hogy szervusz Matyikám, így. Usztics Mátyás vagyok, jó napot kívánok! Jó napot kívánok. Tehát, igen, nem volt nála, ő nem. Követtétek a pályafutását? Tehát, hogy mondjuk a barátság annyira nem is mélyült el, azért nyilván tudtátok, hogy mi van. Én tudtam, hogy később belevágott ő egy sorozatba, amiből talán egy vagy két részel indult, és egy nagyon kedves kisvárosból ismerős, aki katonából lett felvételvezető, a Vencer Robi, ő mesélt róla később, hogy a Mátyásnak milyen tervei vannak, mert mindig voltak tervei. Tehát ezt tudom. Azt, hogy ezekből mi valósult meg, azt már nem nagyon tudom, de hogy mindig készült valamire, az biztos. És még egy, ugye készültem a műsorra, még egy nagyon kedves emlék tolult föl bennem, hogy ugye híres volt a többek között a rádió kabaré szerepeiről is. Volt ez a, mondtam az uramnak, Tibi című. Igen, zseniális volt. Igen. És hogy egyszer kint voltunk a harcmezőn, Kozák Andrissal hármasba kivittek minket, mint főtiszte, vagy nem tudom, tiszteket, bocsánat. És ott álltunk a hidegbe, vártuk a harckocsikat, mert azok később jöttek, és hajnal volt, és hideg volt, és egyszer csak ott álltunk, és a Mátyás ezt elkezdte, magától, csak úgy mondta. Mert elkezdett ulatkozni, és hát mi halálosan jól szórakoztunk a Kozák Andrissal. Arra emlékszem, hogy ez olyan váratlan dolog volt. Ez is mutatta azt, hogy ő nehezen nyílt meg, de ha megnyílt, akkor ez a borzasztó jó kedvű és jó élet. De jó, hogy ezt elhoztad, mert ez tényleg egy olyan jellegzetes, és nekem most ez nem is jutott eszembe, így meg aztán persze, hogy visszajön ez a mondtam az uram. Igen. Hogy van a jellegzetes mondtam az uramnak? Mondtam az uramnak, Tibi. Igen. Nálatok, az Angyalbőrben, Ben, nem volt valami olyan sztori, ami emlékezetes? Hát nem, most ez, hát... Nagyon jól tudott improvizálni, rettentő igen? Jól tudott improvizálni, és nagyon fegyelmezett volt, ezt mondta Ádám is, de hogy a kamera előtt, vagy amikor jelenet volt, akkor viszont nagyon élt a szeme, és nagyon-nagyon-nagyon huncut volt, nagyon-nagyon nehéz volt vele komolyan játszani, tehát jött oda, álltunk vigyázba, emlékszem, és akkor olajbogyó, volt röhögni? Olajbogyója, Istenem! Igen, tehát hogy nagyon fantasztikusan improvizált, és akkor nagyon feloldódott tulajdonképpen a játékban, én úgy vettem észre. És hogyha meg néha-néha adódott, mert azért Kisvárosban előfordult drámai jelenet, akkor kapta fel az ember a fejét, hogy bizony, benne
benne, mint micsoda drámai erő is lakozott rá. Én pont ezt akartam kérdezni, hogy komolyabb szerepekben, vagy ezekben a vidám szerepekben, hogy emlékeztek, melyikben tudott jobban önmaga lenni, vagy jobban feloldódni? Mondom, a kisvárosban mind a kettőhöz volt szerencsénk, és neki szerencséje, és meg is tudta mutatni, és meg is mutatta. Nagyon sokan szerették. Ugye a nézők nagyon szeretnek azonosítani a játszott szereppel a színész, és tudom, hogy ő is kapott rengeteg levelet, mint Hunyadi őrmester, hogy szeretném, ha fiam önnél lenne katona, mert az aztán... Ez egy nagyon kedves dolog. Ennyire azonosítják az embert? Szerintem az igen, azért, hogy nagyon szeretik, nagyon jól működik a dolog. Színpadon játszottatok vele együtt esetleg? Én csak nem, filmben? Sem, igen, csak filmben. Igen, neki ilyen színpadi szerepe, amire ő büszke volt, vagy amit szeretett, ami kedves volt neki, tudtok ilyenről? Ami fontos volt az életében, vagy meghatározó volt színpadon? Ebben ő, megmondom őszintén, én műveletlen vagyok, aha, viszont filmekben, egyéb filmekben játszott. És igen, ő film, nagyon kitűnően. Hogyne, ő talán jól tudom, filmes osztályban is járt, és a Mafilmnek volt is tagja, mint filmszínész, de biztos vagyok benne, hogy a színpadon is megállta a helyét. Nem tudom, mennyire szabad, mennyire tudunk beszélgetni arról, hogy ő beteg volt, és most egy hosszas betegségben halt meg. Tudtok nem erről tudtuk valamit, vagy semmi, nem tudjátok? Semmi, aha, nem tehát semmi. Jó, mi is egymástól kérdeztük, mert teljesen megdöbbentett minket a hír. Igen. Abszolút. És először azt hittük, mert van sajnos ugye az interneten ilyen viccelődés, hogy nem tudom ki miért csinálja ezt, hogy halálhírét keltik embereknek, teljesen hiába. És először ebben reménykedtem, hogy ez is csak egy ilyen rossz tréfa, és akkor rámentem olyan honlapokra, ahol ezt megerősítették, és hát teljesen megdöbbentünk, igen. Hát mert igen, nagyon fiatal volt meg, szóval nagyon. Én úgy emlékszem ahhoz rá, hogy... Igen, ahhoz hát mindenképpen. Mindig fiatal. Nagyon köszönjük szépen, köszönjük, hogy segítettek egy picit emlékezni rá. Köszönjük a meghívást. Voltak.